Nagymester úr, a tavalyi évben tartotta először a Monor környéki Strázsa-Borrend a Mártonnapi ünnepét itt a Vigadóban. Úgy tűnik, úgy látjuk, hogy nagyon bevált az új helyszín. Te is így látod? Hát igen, ilyen is így látom. Ugye ez a 19. Mártonnapi újbor ünnepünk, és úgy döntött a vezetőség, hogy áthozzuk az elegáns Vigadóba. Nagyon bevált, nagyon szívesen jönnek az emberek, és nagyon szépen berendeztük a termet. Miért tartjuk meg igazából a Mártonnapot és egy újbor ünnepet? Miért ülünk? Hát ugye 19 éve mondjuk el mindig a mottónkat, hogy aki Márton napján újbort nem iszik, az egész évben szomjazik, és aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. Tehát mi nem szeretnénk éhezni. Én mindig elmondom a köszöntő beszédemben, hogy mi ne szomjazzunk, kóstoljunk mértékkel. Az újbor ünnepe az ugye azt jelenti, hogy ide még nem a teljesen letisztult és akár versenyre készborok érkeznek. Hát milyen volt az idei termés? Miből készültek a jobbnál jobb monori borok? Hát igen, nagyon, nagyon szépek voltak a monori szőlők, nagyon szép termés betakarítottak be a gazdák a területekről. Megfelelő cukorfokkal érkeztek a mustok a pincébe. Én úgy gondolom, hogy a viszonylag korai szüret miatt a mostani újbor ünnepen már nagyon-nagyon szép borokat tudunk kóstolni. Tulajdonképpen minden jelentősebb monori pincegazda szőlészborász itt van, és ragyogó borokat kínálnak. Van olyan ideális hónap, nap, időszak, amikor azt mondja a gazda, hogy na most, és nem tovább, és most kell szüretelni? Hát igen, ugye ennek most már azért tudományos közelítése is van, hiszen vannak műszerek, amivel meg tudják állapítani az érettségi szintet, meg tudják állapítani a cukor és a sav szintet, és most már erre szüretelnek. Tehát nem várják meg a hagyományos szüreti időpontokat, hogyha a sav szint és a cukorszint olyan értéket mutat, hogy szüretelni kell, akkor le kell szedni. Erre egy tipikus példa volt a tavalyi év, hogy augusztus végén szedték a rajnai rizlinget. Tehát a rajnai rizling az a régi időben októberi szőlő volt. Tehát ennyire átalakult tulajdonképpen a klíma is, és valószínű, hogy emiatt másképp érnek a szőlők. Ennek az átalakulásnak folyamata lehet egyébként az, hogy egyre kevesebb hozzáadott anyagból lehet készíteni egyre jobb bort? Hát igen, ennek is szerepe lehet ebben természetesen. Hogy látod, végig kóstoltad, de már hiszen 4 óra óta zajlik ez a program itt a Vigadóban. Sikerült-e megkóstolni a borokat, hogy mit hoztak a többiek? Hát én nagyon óvatos vagyok, mert 18 órakor nyitjuk meg a rendezvényt hivatalosan, és nekem még színpadi szereplés következik ezután. Tehát nagyon-nagyon módjával kóstoltam meg egy vagy két bort. A megnyitó után természetesen bepótolom majd a kóstolást. Az eddigieknek a véleményére vagyok kíváncsi, hogy látod? Én nagyon-nagyon ízlett péteri bort kóstoltam, és egy lukácsi bort nagyon-nagyon tetszettek. Szent Márton napjára a Strázsa hegy pincében kiforrott az új bor, a mai naptól beüthető a dugó. A régi mondás szerint, aki Szent Márton napján új bort nem iszik, az egész évben szomjazik. Mi ne szomjazzunk, kóstoljuk meg a büszke monori borokat, természetesen mértékkel. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön szeretném megköszönni a Strázsahegyi Borrendnek, hogy meghívtak erre a rendezvényre. Ugye, ahogy előbb Ambrózi Pál barátom már elmondta, a 19. Márton naponnál vagyunk, és a jövő évben viszont a Strázsahegyi Borrend 20 éves lesz, kerek 20 éves, és 20 évvel ezelőtt a Borrend megfogalmazott néhány olyan célt, amit szeretnének majd a későbbiek folyamán, ugye a működésük közben megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy ezek a célok részben megvalósultak, de én úgy gondolom, hogy még nagyon sok munka áll előttünk, nagyon sok olyan munka, amivel az önkormányzat, a civil szervezetek, a lakosok, a pince tulajdonosoknak közösen kell szerepet vállalni, mert csak úgy tudjuk elérni azt, hogy a pincefalunk tényleg olyan legyen, mint amilyet mi szeretnénk. Ugye 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag egy leromlott állagú
gazos, sok helyen gondozatlan pincékkel volt tele a Strázshegy. Nem mondom, hogy ez teljesen megváltozott napjainkra, de nagy változások történtek az elmúlt 20 évben. Új szőlőtelepítések, gyakorlatilag a borkultúrának ugye a terjesztése, ugye a kultúrát borfogyasztásnak a terjesztése egyre népszerűbb lett Monoron. Én azt gondolom, hogy a közös munka meg fogja hozni az eredményét, és azok a dolgok, amik ugye eddig tabuk voltak a városban, mint például a strázsahegyi lakhatásnak a kérdése, vagy akár a vízelvezetés, vagy az utak burkolása, az megoldásra talál az elkövetkezendő időben. Mi eddig is dolgoztunk rajta önkormányzati szinten, és én úgy gondolom, hogy a civil szervezeteinkkel megpróbáltunk összefogni. Tényleg egy fantasztikus dolog, ami itt végbe megy az utóbbi években, hogy számos új szőlőültetvény születik. Na most azért hozzáteszem, hogy ezeket az ültetvényeket azért most már érezzük mi is itt 10,5 hektár után, hogy eltelepíteni volt talán a legkönnyebb, és megművelni, illetve a termést róla értékesíteni, az meg egyre nehezebb. Na most ez a nehézség, ezt biztosan hallották, itt a belföldi borpiacnak a zökkenése azért mindenhol kihat, és én azt vélem, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy magyar sajátosság, de higgyék el, hogy az egész világ az végül is nyakig ül a borban, tehát ez nem csak egy magyar sajátosság, és hát mi úgy érezzük, hogy az egyetlen út, hogy egyáltalán erre a versenyre fel lehessen készülni, az nem más, mint modern, korszerű, gazdaságosan fenntartható szőlőültetvényeknek a telepítése és létrehozása, amivel egy megfelelő termelési alapot lehet kelteni. Különösen igaz ez egyébként a Strázshegy esetében, ahol szerintem a mai borvilág válságának a kihívásaira az egyik legjobb választ adhatja a helyi értékesítés, és tulajdonképpen egy szőlőhegy az csak szőlővel, mint a kultúrtáj egyik legnevesebb növényével adhat választ a kihívásokra. Na most a másik oldal, hogy természetesen szükséges az, hogy főleg a kistermelőknek megfelelő szőlőültetvények egy megfelelő alapot adjanak a borok elkészítéséhez, de ha belegondolnak, akkor itt a monori térségben is birtokok indulnak el. És itt hosszú távra kell gondolkozni. Olyan birtokok indulnak el, amik majd remélhetőleg apáról fiúkra fognak szállni. Ezeknek a birtokoknak is az alapját a szőlő fogja adni. Na most ezek a birtokok csak akkor tudnak fennmaradni, ha ezek a birtokok minden évben átlagosan 2-3% szőlőültetvényt telepítenek. Ha erre nem lesznek képesek, 30 év múlva újra nagy gondban áll a szőlőhegy. Tehát én csak arra szeretnék inspirálni mindenkit, hogy amennyiben lehetséges, a telepítéseket tovább kell folytatni, birtok szemléletben kell gondolkozni. Kedves barátaim, monoriak! Noha én nem vagyok monori, de szívem, lelkem, szakmám ide köt Monorhoz. Hadd mondjam, hogy óriási lehetőségünk van. Ezt mondom úgy, mint egykori országgyűlési képviselő, egykori hegyközségi elnök. Tóth László javaslatára ma már a monori termőhely kiemelt termőhely, ezt jelzi az Unió is. Legyünk erre büszkék, és csináljuk, és emeljük föl Monort az 1000 pince városát. Ne feledjük! Tényleg, Monor egy olyan különleges hely az ország közepén, ami még egy ilyen hely nincs. Tehát nincs Egyek, meg a többi. Itt van 1000 pince, itt van a vendégszeretet, itt van minden, itt van az akarat a képviselőtestület részéről. Emeljük föl Monort! Mondom ezt én, nem monoriként, és köszönöm, hogy meghallgattak. Nagymester úr, áruld el nekem, hogy egy ilyen rendezvényre a Monor környéki Strázsaborrend első embere hogy tud felkészülni, hiszen csak egy-két bort kóstoltál, tehát nem tudsz véleményt nyilvánítani a többiek boráról. Mégis azért valamit mondani kell szakmai szempontból is. Hát igen, nagyon-nagyon-nagyon örömmel és szorgalommal készültünk természetesen erre a rendezvényre is, hiszen ez már a 19. tehát ez kötelez, és nyilvánvalóan az embernek erre
van már egy rutinja, hiszen elég sokat beszélnek a borászok a borokról. Amikor találkozik a borrendi gyűlésen és egyéb alkalmakkor, akkor szakmai témákba is nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, és én ugye, mint amatőr, úgy így tanultam meg tulajdonképpen azt a minimális borászkodást, hogy azért már én is jó bort készítek. Beszéljünk egy picit a gazdánkról. Hány gazdánt lehet ilyenkor meghívni, és mi alapján szelektáltok? Egyáltalán szelektáltok-e, hogy ki jöjjön ide bemutatni az új bort? Nem szelektálunk, hanem minden rendi gyűlésen, amit ilyenkor mártónap előtt tartunk egy-két hónappal, akkor levélben fölkérjük a gazdákat, azokat, akik folyamatosan több-több éve már szívesen eljönnek és elhozzák a boraikat, és nincs probléma ezzel, nagyon nagy örömmel jelentkeznek, hiszen ugye ez támogatás is igazából a borrendnek, hiszen ők a borukat hozzák, és örömmel kínálják. Én gondolom, hogy nekik is fontos, hiszen jó az, hogyha a monori borszerető társadalom megismeri már most az új borokat. Vendégek. Ők is egy nagyon izgalmas témakör lehet, hogyha róluk beszélgetünk, hiszen azért nyilván a családtagok, barátok itt vannak, de azért találkozni egy-két olyan személlyel is, aki azért jön ide, mert kíváncsi arra, hogy milyen is ez az ünnepség, ez a program. Hogy látod, elegen vannak, vagy jöhetnének még? Hát tulajdonképpen a tavalyi év volt az első, ahol nagyon-nagyon sokan voltak, és nem akarok számokat mondani, körülbelül ugyanannyi lesz, teli van a terem, tehát elfogynak a liba vacsorajegyek, és én azt hiszem, hogy nagyon színvonalas rendezvényt sikerült az idén is összeraknunk. Beszéljünk egy picit a hivatalos megnyitóról, ugye polgármester úr fogja majd köszönteni a népes társaságot, utána következelte, és ha jól olvastam a meghívóban, akkor szőlő telepítők is bemutatkoznak. Kik lesznek ők? Áruljuk el a nézőknek most. Hát nagy öröm számunkra az, hogy tapasztaljuk azt, hogy szőlő telepítők vannak a Strázsa hegyen. 6 darab szőlő telepítőt fogunk köszönteni, és tulajdonképpen dr. Lukácsi György fog tartani egy előadást a szőlőtelepítés szakmai oldaláról, és én azt hiszem, hogy kedvet próbálunk csinálni még a további telepítésekhez. És akkor egy utolsó és záró kérdés. Nem feltétlenül gondolom, hogy erre most így kapásból válaszolni fogsz nekem, de engem érdekelne, hogyha ez a 19. Akárhogy számoljuk, 2020-ban a 20. jön. Készültök-e valami frappáns dologgal a 20. Márton napra? Hát igen, föltétlen, ugye hiszen május 20-án lesz 20 éves a borrend, akkor avatták föl a 40 lokálpatrióta borrendi tagot, aki jelentkezett a borrendbe. A református nagy templomban egy istentisztelet keretében történt az avatás. Azt szeretnénk az idén is, hogy az egész évet ünneppé tenni, és indítanánk ezt az ünnepet a május 20-ai évfordulóval, és ugyanígy nagy színvonalon szeretnénk megrendezni majdan a 20. Márton napot is.